A szombati Klárisok zenekar koncertjére nem csak Budakalászról érkezett a közönség a Faluházba. A zenekar interaktív estjei nagyon népszerűek, hiszen az énekesnő gyermekpszichológusként szakmai koncepcióval is felépíti az előadások tartalmát. A gyermekek más és más területen mutathatnak lelki érzékenységet, így lehetséges az, hogy egy nehezebb életperiódusban vagy nagyobb megterhelés esetén más és más tünetek jelentkeznek. Fontos, hogy a mesekoncertek során a gyermek pszichodráma és a meseterápia elemeit felhasználva a fantáziára, szerepjátékra, valamint a mintha élményre helyezve a hangsúlyt közös énekléssel, játékkal, interaktív módon együtt alkotják meg a mindannyiunk számára biztonságos útmutatásként szolgáló mesét. Amikor 2012-ben Liberendre felkért, hogy csináljuk egy gyereklemezt, akkor még a Makám zenekar énekese voltam, és már gyermekpszichológusként dolgoztam, akkor azt mondta, hogy ha már mindkettővel foglalkozol, ezért csinálj egy gyerekeknek szóló lemezt. És én örültem nagyon ennek a felkérésnek, és úgy alakítottuk ki ezeket a műsorokat, hogy azokat az ismert népdalainkat vettük alapul, amiket nagyanyáinktól, anyáinktól tanultuk, tehát mindannyian együtt tudjuk énekelni, és az egész műsort egy mesére fűztük föl, de úgy, hogy ezek a dalok adják ki magát a mesét. És hát ez nagyon fontos, mert a gyerekeknek a mese, a szerepjáték és a fantázia világ az a mindennapjukhoz tartozik, és így a koncerteken is azt tudjuk erősíteni, hogy az interakció és a fantázia tevékenység a szerepjáték, és így játszunk együtt. Tehát amellett, hogy koncerten vannak, nem ülnek maguk a székeken, hanem belevonódnak a mesébe, és ők maguk is részesei és szereplői lesznek ezeknek a meséknek. Ezek azok a dalok, amelyeket nagyanyáinktól, anyáinktól tanultuk, tehát például a süsfelnap, vagy a tavaszi szélvizet elraszt, amit mindannyian tudunk, együtt tudjuk énekelni, ami nagyon fontos, hiszen a közös éneklés az erősíti a kötődést, mind az anya-gyerek kapcsolatot, mind azt, hogy együtt biztonságosan érezzük magunkat, és az is fontos, hogy olyan helyre kerülnek ebben a műsorban, ahol értelmet nyernek. Mindannyian énekeljük a süsfelnapot, de sokszor nem tudjuk, hogy miért is, vagy például a cifrapalotát, de az például a vár megalkotása, a gyémántpalota megalkotása pontjára kerül, és ezért értelmet nyer a hallgatónak is, és a szereplőnek is. Várjuk a legényeket is ide. Tűzek, vízek, lángok, vízek, hideg ízben a nézkendő. A Klárisok zenekar a hazai népzenei, világzenei paletta egyik legnépszerűbb gyermekeknek szóló zenét játszó formációja. A zenekar tagjainak kiterjedt népzenei ismereteire és széleskörű hangszeres tudására támaszkodva gyermekműsoraiban jól ismert gyerekdalaink és mondókáink gyöngysorként felfűzve szövegeik, dallamaik és szimbólumai segítségével szinte önmaguktól rendeződnek egységes egészé. Amikor megalkottuk az első lemezünket, a Szerelem Csütörtök Dobszerda című lemezt, Eredics Dávidot és Porteleki Áront hívtam segítségül, hogy segítsenek a zenének a megalkotásában, majd csatlakozott hozzánk Búzás Attila. És ez nagyon fontos, hogy ők rengetegféle hangszereken játszanak, nagyon széles körű a zenei tudásuk, mind a magyar népzene, mind a délszláv népzene területén, és hát Áron még a jazz és az improvizációs zenében is eléggé elmélyült, úgyhogy nagyon komplex képet tudtunk így alkotni, és ami a legfontosabb volt, hogy mindig azt kértem tőlük, hogy a hangszerelés és a számok úgy jöjjenek létre, hogy az adott mesehelyzetet megidézik, és ez a széleskörű tudás és hangszeres tudás ezt lehetővé tette. A mai koncerten pedig Eredics Benjamin a vendégünk.
A zene, a hangok és a csend érzelmeket kiváltó elrendezése, létezésének lényege az idő. A pontos meghatározás nem könnyű, de abban általában egyetértés mutatkozik, hogy a zene a hangok tudatosan elrendezett folyamata. Az énekesnő kitért a zene a nagymamáinktól tanult dalok jelentőségére. Én azt gondolom, hogy ez a, úgy, mint a verbális anyanyelvünk, ez a zenei anyanyelvünk, és mindannyian ismerjük, mindannyian tudjuk, és nagyon fontos, hogy a mindennapjaink részévé váljon, és a magyar népzene az alapja mindannak, amit utána meg tudunk tanulni. És hogyha ez így kimarad a gyermekek fejlődéséből, vagy így elveszítjük a hagyományainkhoz való kapcsolódást, akkor nehezen tudjuk a további létünket így harmonikusan továbbvinni. És ez nem azt jelenti, hogy csak népzenét kell hallgatni, de azt, hogy ismerjük és közösen együtt játszunk, az az alapja, és ebből tud kialakulni akár a zenei szeretet, hogy mindenféle stílust szeressünk, akár a anya-gyerek kapcsolódást is segíti, ha éneklünk a gyermekeinknek, ők is tudják énekelni, amit a utánzásban is segít. Szóval nagyon-nagyon fontos mind a mentális, mind a fizikai fejlődésben a gyerekeknek. Én azt gondolom, hogy a anyaméhben kezdődik a kapcsolódás, és ott is már kell énekelni a gyermekeinknek. És amikor a világra jönnek, akkor abszolút egy kommunikációs eszköz, egy kapcsolódási eszköz, és ahogy ezt hallja, természetesen, mint ahogy a nyelvet, vagy a járást, vagy a biciklizést megtanulja, úgy a zenét is megtanulja, és akkor eljut oda, hogy aztán elkezdi értelmezni is. És hogyha ezt hagyjuk természetes módon, nem tesszük teljesítményé, akkor tényleg annyira természetes lesz, mint ahogy vagyunk a világban, és nem is kérdés, hogy az ember fog tudni énekelni, kapcsolódni, eszébe jut egy dal, tehát hogy a természetessége a fontos. Gyertek bátran, bátran, jó magas a tornyoka. Ezek az égig is elérnek ezek a tornyokat, látom. Aki időközben kedvet kap, mint csatlakoznak hozzá. Fanni gyakori vendége az előadásoknak, követi a zenekart, ahova tudja. A zenekar énekesnője a Bethesda gyermekkórházból ismeri. Fanni elárulta, miért is szeret járni a Klárisok zenekar koncertjeire. Azért, mert itt mesélünk, és úgy, azért szeretek járni. Ismered az összes dalt, amit énekelnek? Nem sokat, de ismerek belőle párat. Mi a kedvenc? Cifi a palota, mert ott palota van benne a dalban. Borbála számára viszont meglepetés volt a koncert, de nagyon mókásnak tartotta. Nagyon jobb tudnak lenni, mert meg eléggé jól tudnak lenni a napjaim, ha például sokszor megyünk ilyen helyre.
Most mi tetszett a legjobban? Most hát a zenekar, amikor bemutatták a hangszereket. Hát, ami nagyon tetszett és érdekes volt, az a dob. A dob, mert imádok dobolni. Otthon van egy játékdobom, ami amúgy, ha bekapcsolod, akkor még hangokat is ad ki. És imádom. A Klárisok zenekart először hallhattuk Budakalászon, legközelebb pedig az adventi családi nap keretében a Posta Múzeumban lehetünk az előadásuk részesei.